Köszöntöm Önöket! Örökségvédelmi félóránkat látják. Koltai Anna vagyok, ez itt az Élő Örökség. Hagyomány és tradíciók címmel rendeztek beszélgetést a néphagyomány és a népművészet szerepéről. A tradíciók megőrzésének szükségességére hívták fel a figyelmet. A Magyarság házában szakmai értekezletet rendeztek a népművészet és a néphagyomány szerepéről. A Hagyomány és korszerűség címet viselő konferenciát a Muharai Elemér Népművészeti Szövetség és a Magyarok háza közösen szervezte. A Kárpát-medence több régiójából is érkeztek szakemberek. A Magyarság háza nyitott nem csak a Magyarországon élő, de a határainkon túl élő magyarság kultúrája iránt, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok esetben a nemzeti identitást, az etnikai identitást úgy tudják megőrizni, hogy helyben a hagyományőrzés virágzik. Tehát nem csak az iskola, a családban megőrzött anyanyelv az, ami segít ennek a megőrzésében, hanem a származástudat, a magyarságtudat és a hagyományok őrzése. Tehát egy-egy közösség, egy tánccsoport, egy népdalkör sokszor az, amelyik elevenen tartja a magyarság tudatot. Andrásfalvi Bertalan professzor előadásában a hagyományok megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. A hagyomány nem más, mint évezredes tapasztalat. És hát sokféle hagyomány van. Az a hagyomány, amelyik nem tudja kielégíteni a létfontosságú emberi szükségleteket, az elpusztul azzal a néppel, amelyik ezt a rossz hagyományt követi. Az a nép marad fenn, amelyik minden szükségletét fedezni tudja. Ha egy nép fogy, már pedig egész Európa fogy, és mi is fogyunk, az azt jelenti, hogy valamilyen szükségleteket nem tudunk kielégíteni. Bizonyos területeken mindig ostromoljuk a döntéshozókat, hogy igenis vezessék be a művészeti oktatást, a néphagyomány oktatását. Ugyanakkor a repülőpávának, a kis mestereknek, hát olyanokat is érdekelte, akiket eddig nem érdekelt a népművészet kérdése. Ugyanakkor a nemzetközi, mondjuk tudományosság a táncház mozgalmat egy olyan kiemelkedő teljesítménynek tartja, ami követésre méltó az egész világon. Tehát ilyen vegyesen állunk. Hagyományokhoz visszatérése az életfontosságú kérdés. Megmaradásunk vagy elpusztulásunk kérdés. Határon túl idegen környezetben jelentkeznek mindazok a kulturális jegyek erősebben, és mindazok a tevékenységek erősebben, amelyek itt Magyarországon esetleg nem annyira kiélezett helyzetben, tehát nincs rákényszerítve arra, hogy mindazokkal a jelképrendszerrel éljen, amelyel a magyarságát tudja kifejezni. Abban a tekintetben, hogy hogyan fogyunk, és mennyire vagyunk betegek a kielégítetlen szükségletek miatt, a legrosszabb helyen vagyunk Európában. Ezek mind egy lelki magatartásnak, egy elmagányosodásnak, egy szorongásnak a következménye. Ebben a tekintetben nagyon rosszul állunk. Abban a tekintetben, hogy milyen hagyomány áll rendelkezésünkre, meg első helyen állunk. Hát olyan hagyományunk van, akár népzenében, akár néptáncban, hogy nálunk háromszor, négyszer népesebb kultúrák, népek, meg se közelítik azt a kincset. Hát ahol a legnagyobb a veszély, ott legközelebb a segítség. Nekünk azzal kell élnünk, meg akarunk haladni. Több száz csoport létezik ma Magyarország határain belül és kívül, akik valamely tájegységnek a kultúráját őrzik. Belőlük tudnak táplálkozni azok a néptánc együttesek és kórusok, amelyek feldolgozással próbálják meg ugyanezt az utat járni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ez fennmaradhasson. A feladat az, hogy szerethetővé tegyük, hogy az új kor
a máskor kihívásaira tudjon felelni ez a műfaj, tehát a hagyományőrzés műfaja, és ehhez természetesen nekünk is változtatnunk kell a gondolkodásunkon. A hagyomány nem olyan, ami egy beragadt, konzerválódott jelenség, hanem ez folyamatosan változik, és hogy ezekkel a változásokkal mi tudjunk élni. Ezek a torványfalvak, főleg a mezőségen, sok mindent megőriztek. Ugye a legtöbb esetben az unokákat a nagyszülők nevelik, és közvetlenül az öregektől veszik át a hagyományokat. Úgyhogy sok esetben az unoka több mindent tud, mint az apja vagy az anyja, mert a nagyanyától vagy nagyapjától tanult. A középgeneráció elesett? Hát ez mindig elesett, mert a nagyszülők nevelték a gyerekeket. Úgyhogy közvetlenül az öregektől vették át a hagyományokat. Rebini, annak idején én, mint kicsi gimnázista, kezdtem gyűjteni ennek a könyvnek az anyagát, énekeket. És maga volt az egyik azok közül, aki a legrégebbi adat közülön volt. Többiek már mind meghaltak. Kalos Máko néni, Lukács Anikó, Salomon Zsuzsa néni a Dószalról, Bács Feriné az öregasszony a Kis utcáról. És eljöttünk magához, hogy abból a régi énekekből egyet, ha elénekelne nekünk. Emlékszik-e még azokra az énekekre? Melyiket mi? Hát Ultramarira. Jaj, az Ultramari. Igen. El tudná énekelni? Igen, de már... Na, próbálja meg. Jó teszíve? Ultramari belépett a kiskertbe. Ultramari belépett a kiskertbe, lefeküdt a diófának tövébe. Már régen elmuzsikálták sokan a táncházmozgalomnak a halálát, és nem igaz. Beállott egy folytonosság. Az öregek kivénültek, hozzák a gyerekeiket, hozzák az unokáikat, és egyre szélesebb körbe terjed ez a mozgalom. Nagy bizonyságára a felszállott a páva. Hát a gyerekek fantasztikusat bizonyítottak. Hát túltettek a nagyokon a gyerekek. Nagyszabású műemlékvédelmi konferenciát rendeztek a Magyar Tudományos Akadémián. Neves építészeket kérdeztünk a műemlékvédelmi szakma legfontosabb kérdéseiről. Műemlék identitás rekonstrukció címmel rendeztek konferenciát a közelmúltban a Magyar Tudományos Akadémián. A konferencia célja volt, hogy széleskörű tudományos megközelítéssel értelmezze, és a műemlékvédelem számos szakterülete oldaláról világítsa meg a jelenlegi helyzetet és a szakmai lehetőségeket. A legizgalmasabb kérdés az a rekonstrukciónak a szerepe, hogy ennek milyen tudományos, milyen identitás kifejező, milyen építészeti vonatkozásai vannak. Tehát van egy szellemi rétege is ennek a kérdéskörnek, és van egy kifejezetten tudományos. Mi ezen a konferencián kifejezetten a tudományos kérdésekre fogunk fókuszálni, de úgy, hogy az építész társadalom is ebből megkapja azt, ami véleményünk szerint szükséges. Azt valljuk, mondhatom, akik ennek a bizottságnak, ennek az állandó bizottságnak az oszlopos tagjai, hogy a kutatás az egy interdisziplináris megközelítés kell, hogy takarjon. Ezért hívtunk meg nagyon sok résztvevőt, akiknek tulajdonképpen a kérdésfelvetéseik azok nagyon hasonlóak. Itt eltérő válaszokat fogunk hallani és látni, de szeretnénk azt jelezni a társadalom, a szakma,
a döntéshozók felé, hogy ezeknek a aktuális műemléki kérdéseknek egy nagyon fontos alapfeltétele a tudományos kutatás. Sokszor szokták mondani, hogy a nyelv tartja föl igazán a nemzetet. Szerintem a nyelv mellett az a közeg, az a környezet, amiben élünk, és amiben élünk, az idő rétegeinek az élettere, és ez az építészetre is nagyon érvényes, tehát azért fontos, hogy a nemzeti múlt épített világában nevelkedjenek a maiak és a jövendőek. Egy nagyon értékválságos korban, és itt az értékválság nem az építészetnél van, ott is persze, hanem magában a korban, Európában, stb. Ott különösen fontos, hogy legalább az a környezet, amiben élünk, az valamilyen módon megragadjon bennünket, és egyszerűen jól legyen, lehessen élni benne. A műemlékvédelem ezt szolgálja tulajdonképpen, és én igazán az élő műemlékvédelmet tartom nagyon fontosnak. Az, amiben lehet létezni, mozogni, viselkedni, ez az, ami egy nemzetet nevelni tudna. Változik a világ, és az eddig sérthetetlennek vélt műemlékvédelmi karták ideológiája is újraértékelést igényel. Azt hiszem, hogy ezek az ideológiák valahogy a közérdeklődés, a közvélemény értékítéletének a változása mellett változtatásra szorul. Ami jobban kifejezi azokat a pszichológiai, szociológiai, tudatformáló igényeket, amelyeket ma már egyre inkább a műemlékekhez vagy a műemlékvédelemhez kötünk. Én tulajdonképpen kívülálló vagyok, én nem vagyok a műemlékvédelmi szakma, szűk szakma részese, hiányzik is hozzá a szakmai tudásom. Én inkább arról szeretnék beszélni, vagy inkább valamilyen közvetítő szerepet felvállalni a tágas befogadó közönség és a szűk szakma között, hogy jobban értsék egymást, hogy ne az elkülönültség és a meg nem értettség uralkodjon a két fél között, hanem közeledjenek egymáshoz a szempontok. Azt hiszem, hogy gyakorló építészként ebben a mediációs szerepben több lehetőségem van, mint hogyha kvázi kívülállóként szakmai kérdésekben próbálnék állást foglalni. A legfontosabb dolog a kontinuitásnak, a folyamatosságnak a biztosítása. Majdnem 100%, hogy azok a műemlékek, amiket ma műemléknek tartunk, eredetileg nem arra a funkcióra, vagy nem arra a használatra készültek, amire ma szeretnénk használni őket. Ez egész egyszerűen a tulajdonosváltás miatt is, a generáció kihalása, új tulajdonosok jövetele miatt is már azt hiszem közérthető, de hát a technikai háttér és a komfortigény változása, de akár csak a környező környezet, akár az éghajlatváltozás, akár a megnövekedett közlekedés, akár a közművek új helyzete, mind-mind olyan kihívással jelentkezik a műemlékek szempontjából, amiket meg kell tudni válaszolni. Ezért nagyon pontosan kell tudni azt a szintet, azt a beavatkozási pontot, amivel meg tudjuk menteni a műemléknek a lényegét, ugyanakkor alkalmassá tudjuk tenni a mai életünkben is. Ez a probléma legjobban ma, vagy leginkább, és talán ez a konferenciában is elő fog merülni, a romoknak a konzerválásáról, vagy esetleges rekonstrukciójáról nál is felvetődik. Ahol nincsen konkrét fizikai használat, viszont az egyértelművé vált, hogy pusztán a konzerválás nem megoldás, mert a konzerválást
10 évente, a mi éghajlatunkon 20 évente előről kell kezdeni, és tudomásul kell venni, hogy minden beavatkozás, a konzerválás is építés. Az életünknek minden részének van valami különös jelentősége, ez a műemlékeink és azok megőrzése, gondolása, fenntartása pedig a lényeghez tartozik olyan értelemben, hogy a saját magunkkal való azonosságunknak egy fontos alkotóeleme. Egy érdekes kettősség van, mert egyrészt tanulunk ezekből a műemlékekből, azonosunk velük, másrészt pedig formáljuk, megőrizzük és alakítjuk is őket. Tehát tulajdonképpen, ha úgy vesszük, hogy százalékosan, hogy vesz részt az életünkben ez a környezet, amiben benne vagyok, amit a műemlékek alkotnak, akkor lehet, hogy nem olyan túl nagy. De mondjuk, ha arra gondolnak, hogy egy rossz indulatú varázslással eltűnnének a történeti ébredek körülünk, hát elég rosszul éreznék magunkat. Na, mi pont ennek a megelőzésére vagyunk itt, és ezzel foglalkozunk. Azt próbáljuk népszerűsíteni, elérni és megoldani, részt venni benne, hogy ezek az értékek megmaradjanak a következő generációk számára is. Elhangzott ezen a konferencián is, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos gondolat, hogy amikor a várainkat megújítjuk, akkor nem kizárólag műemlékvédelemről van szó, hanem valójában arról is szó van, hogy felül akarunk emelkedni, túl akarunk lépni a leromboltságon. Nem szeretnénk konzerválni azt az állapotot, ami azt mutatja, minthogyha egy legyőzött nemzet, egy legyőzött ország volnánk. Lehet, hogy ez egy kicsit túlmutat, vagy nagyon is messze szalad ezen a gondolati íven, amit egyébként itt egy műemlékvédelmi konferencián el lehet mondani, de meggyőződésem szerint ez is egy fontos és védhető gondolat. Természetesen, amikor ezen a konferencián műemlékvédelemről, rekonstrukcióról van szó, akkor itt szembe találkoznak azok a gondolatok, azok az érvek, amelyek egyrésztről elhangoznak, hogy a műemlékeket abban az állapotában kell megvédeni, megőrizni, ahogyan ma látjuk, hiszen ez a hiteles műemlékvédelem, és vannak meggyőződésem szerint ugyancsak teljesen jogos gondolatok arra, hogyha egy műemléknek ismerjük akár az eredeti állapotát, ha arról biztos tudásunk van, terveink, tervrajzaink vannak, akkor ennek a megújítása is megtörténhet. Felvidék központjától Kassától néhány kilométerre található Csécs. A 2048 lelket számláló falu hamarosan a 900. születésnapját ünnepli. A település fő látványossága egy ősi református templom, amely bár kora gótikus stílusban épült, néhány román stílus jegyet mégis megőrzött, csak nem eredeti formájában. Református templom nagyon egyedülálló a maga nemében, a 13. században épült, nagyon értékesek a szentélyben található falfestmények a 14. század közepéről, és hát azért is különösen érdekesek a falfestmények, mert az egész szentélyet beborítják, tehát egységesen, nem csak töredékesen maradtak fenn freskók, szóval valószínű, hogy a hozházban is freskók voltak, de hát annak a föltárására egyelőre még nem került sor. 1703-ban II. Rákóczi Ferenc felkelése idején került a templom a reformátusok kezére. Annak ellenére, hogy a településen a kálvinisták kisebbségben voltak. A templom belterében valószínűleg akkor fették be vakolattal a 14. század elejéről származó fali festményeket. A reformáció idején egy vékony vakolatréteg is került a falfestményekre,
de hát minden rosszban van valami jó, tehát elképzelhető, hogy ennek is köszönhető, hogy ilyen jó állapotban megmaradtak a freskók. A 19. század végén az itt szolgáló, itt élő kántortanító kezdte először föltárni a freskókat, és aztán a 20. század során hát többször is felújították, legutóbb a 90-es évek elején. A templom feltűnően szép állapotban van. Több felújításon is átesett. Az alatt a 17 év alatt, amióta én itt vagyok, 2001-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával határon túl épített örökség támogatás program keretén belül megújítottuk a külső homlokzatot, majd 2008-ban pedig a padlónak a teljes kicserélésére került sor, és visszaálltottuk az eredeti középkori padlószintet. Hiába a magas arányú magyarság a településen, a Csécsi Református gyülekezetnek mégis komoly gondjai vannak. A tiszteletes azonban elmondta, nem adják fel a napi harcot. Nagyon sokan eltávoztak már az élők sorából, akik meghatározó személyiségei voltak, központi tagjai voltak a gyülekezetnek. Úgy gondolom, hogy mint minden egyházi gyülekezeti közösség, azért mi is küzdünk azzal, hogy kevés a fiatal, küzdünk a demográfiai adatokkal, és egyre kevesebb gyerek születik, sajnos egyre kevesebb a keresztelő, egyre kevesebb a házasságkötés, de hát mi azért keresztények vagyunk, és jó reménységben élünk, hogy Isten az, aki megtartja az egyházat és a gyülekezetet, és ebben reménykedünk. A kassai körzethez tartozó Torna községben a történelem folyamán két katolikus templom is volt, a Nagyboldogasszony és a Szent Mihály templomok. Ma már csak a Nagyboldogasszony templom ismert, amely kimagaslik a község többi épülete közül, mivel a Gyűr nevű kopár dombon épült. Ezt a ma is használatban lévő templomot többször is átépítették a történelem során. Feltételezzük, hogy már Szent István király idejében állt Tornán egy templom. A restaurátorok 2008-ban megtalálták a korábbi templom kőből készült alapjait, amelyek a román korból származnak. Román stílusról tett tanulságot néhány ablak is, ezeket szintén a restaurátorok munkája nyomán találták meg. A sokszoros átépítés követően kialakult rideg külső ellenére a templom belseje számos kincset rejt. Belső falait barokk és kivételes minőségű középkori freskók díszítik. A templom szentélyét díszítő középkori freskók 1420 körül keletkezhettek. Kivételes minőségüknek köszönhetően a legjelentősebb középkori leletek közé tartoznak a volt osztrák-magyar monarchia területéről. Több nagyon érdekes dolgot találtunk, nem mindent tudunk még teljesen értelmezni, tehát ha az elejétől kezdenénk, a Hozház déli falában előkerült egy románkori templom déli falának a töredéke, a szentélybe előkerült egy, a mostani szentélynek előkerült egy egyenes záródású elődje, aminek a déli fal az körülbelül egy méterre észak felé volt eltolva a mostani állapothoz képest. Kihalt a tornai család. Ezután Zsigmond a tornai birtokot Berencsi Sáfár Istvánnak, illetve Özdögei Besenyő Pálnak adományozza. Ebből a Özdögei Besenyő Pál volt a jelentősebb, tehát részt vett a nikápolyai csatában, és
a Zsigmond Sárkányos lovagrendjének az egyik alapító tagja. Most ezzel, tehát valamennyire magyarázható lenne ezeknek a freskóknak a teljesen kivételes minősége. Köszönöm a figyelmüket, ez volt az Élő Örökség. Legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Addig is adásainkat megnézhetik a legnagyobb közösségi portálon és a weboldalunkon. Viszontlátásra!